Azt ígértem, hogy ebben a fél évben a 21. század nagy kihívásaival, kérdéseivel, problémáival fogunk foglalkozni. És ha megnézzük a közéletet, egészen a pandémiáig úgy tűnt, hogy ezt alapvetően azért két terület fogja dominálni, meghatározni, a klímaváltozás és a migráció. A jobboldali narratíva szerint a klímaváltozás valójában csak egy konteó, vagy ha létezik is, jócskán el van túlozva a jelentősége, és az igazi problémája a világnak az a migráció. A baloldali narratíva szerint meg éppen fordítva, valójában a migráció nem más, mint egy politikai termék, amelyre populista kampányokat lehet építeni, és a világ előtt álló valódi kihívás az a klímaváltozás. Aztán megérkezett a Covid, és mind a két oldalnak a szájára maszkot tett. Ma alig szólnak a hírek akár a bevándorlásról, akár a klímaváltozásról, de legyünk benne biztosak, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és előbb-utóbb ezek a kérdések újra előkerülnek majd. Úgyhogy úgy döntöttem, ebben az adásban, ezen a héten a migrációt fogjuk górcső alá venni. Azt javaslom, hogy megint kezdjük a KH-nál, és tegyük fel a legeslegelső kérdést, hogy miért is van egyáltalán migráció a világban. Hát a helyzet az, hogy a történelem során mindig volt migráció. A nagy népvándorlások az emberiség történetét végigkísérték, és végig is fogják kísérni. Akár már az ókori Egyiptom történetéből sokak számára ismerős lehet a rejtélyes eredetű Hükszoszok betörése Egyiptomba, már a Krisztus előtti 18. században, vagy akár a Római Birodalom végjátéka, amikor főképpen germán törzsek lepték el a nagy Római Birodalmat. Hogyha ugrunk egy jó nagyot az időben egészen a nagy földrajzi felfedezésekig, akkor láthatjuk, amint európai emberek tömegei beözöllenek Amerikába, ott a behurcolt vírusokkal és a fegyvereikkel a jóisten nevében kiirtják az őslakosokat, aztán majd Afrikából még rabszolgákat is telepítenek be nem kis számban Amerikába. És hát valljuk be, akár kettős honfoglalással, akár egyszeri honfoglalással, de mi magyarok is harcos hódítóként vettük birtokba ezt a csodálatos földet, a Kárpát-medencét, és olvadtunk össze a már itt élő népekkel. És tudom, hogy a jobb oldalon kicsit kellemetlenül hangzik, de valójában a honfoglalás is migráció volt. Sose felejtsük el, hogy aztán a megalakuló magyar királyságot számtalan kunbetörés, kunmigráció veszélyeztette, kun emberek települtek be a mi földjeinkre, akikkel aztán hosszú viták, konfliktusok árán végül összeolvadássá, együttélésé szelidült a kapcsolat, de mind a mai napig a nagykunság vagy a kiskunság, mint földrajzi nevek őrzik a kunok betelepülésének az emlékét, és hát számtalan ma is működő kun hagyomány, kun történelmi egyesület vagy kun szokás. A rég volt migrációs események tehát valószínűleg ugyanolyan traumatikusak, konfliktusosak és problematikusak voltak, mint ahogy mi is, mai emberek a modern migrációs hullámokat ilyennek éljük meg. De ha valaki, bárki azt hiszi, hogy volt vagy lesz olyan világ, amikor nincs migráció, az súlyosan téved. A migráció tehát a történelemben mindig volt, van és lesz, sőt, bizonyos időpontokban, bizonyos időszakokban a migrációs hullámok még inkább felerősödnek, és bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy a 21. század a történelemnek egy ilyen időszaka lesz. Ha megfigyeljük a történelmet, az igazán nagy korszakváltásokat mindig nagy népmozgások is kísérik. És ezek a népmozgások a korszakváltásnak sok esetben következményei, vagy sok esetben okozói. Van például, amikor azért újul meg a világ, mert nagy tömegek érkeznek, nagy új tömegek a régiek helyére. És van, amikor pont fordítva, nagy új tömegek érkeznek a régiek helyére, és azért megújul a világ. Bármelyik is várjon ránk, az bizton állítható, hogy a 21. század egy nagy történelmi átmenet, egy nagy korszakváltás, és innen nézve egyáltalán nem meglepő, ha azt mondom, hogy hatalmas népmozgások fogják kísérni a 21. századot, az előttünk álló évtizedeket. Vegyük sorba az okokat, hogy miért is mondom ezt. A migrációnak a történelem során mindig az egyik legfontosabb vagy leggyakoribb nyomó oka vagy nyomó ereje az volt, amikor egy terület az ott élők számára élhetetlenné vált. Ha körülnézünk a világban, ma számtalan ilyen politikai vagy háborús válsággócot találunk. De talán ennél is fenyegetőbb az a környezeti krízis, amely a 21. században egyre inkább kezd kirajzolódni, és amely a Földön egyre több területet tesz emberi életre alkalmatlanná, vagyis a már amúgy is túlnépesedett emberiségnek egyre szűkebb helyen kellene összezsúfolódnia, ami pedig, ha tovább gondoljuk, felhívás keringőre az olyan vírusoknak, mint amilyenekkel most is küszködünk. De ez egy másik történet, úgyhogy ezt most hagyjuk. Aztán azt se felejtsük el, hogy a 21. században a távoli helyek már nem valami titokzatos, fenyegető városok, kultúrák, népek, hanem kiguglizható, feltérképezhető, megismerhető területek. Vagyis egy globális faluvá váltunk, és ilyen értelemben az elvándorlásnak, a mellette való döntésnek a lelki része nagyon könnyűvé vált. De a migrációnak, az elvándorlásnak nem csak a lelki része vált könnyűvé, hanem a fizikai része is, hiszen a technika fejlődésével, különösen az utazás fejlődésével ma már, ha kijelölünk egy helyet a világban, bárhová,
pár nap alatt, vagy akár maximum pár hét alatt biztonságban eljuthatunk. Az életetlenné váló helyek mellett a történelem során a migrációnak a másik nyomóereje, hatósugara, az pedig a szegénység és a gazdagság területi megoszlása volt, ami ugye azt jelenti, hogy a szegényebb területekről vagy a nyomorban élők közül nagyon sokan vágytak a gazdagságba, a gazdagabb területekre. A hihetünk Pikettinek és a többi közgazdásznak és a globális kapitalizmus a különféle társadalmi és szociális különbségeket csak tovább fokozza, akkor minden bizonnyal a 21. században ilyen típusú migrációval is jócskán számolni kell. És szúrják, hogy ide lehet jönni, és itt jobb életük lesz, mint bent a dzsungelben. Ehhez kapcsolódik az a szituáció, amikor a szegények nem a nyomor elől menekülve jutnak el a gazdagabb országba, hanem a gazdagabb ország maga invitálja őket, amelynek alapvetően két oka lehet, vagy minimum két oka lehet. Az egyik az, hogy munkaerőre van szüksége, a másik pedig az, hogy a népességfogyás miatt felboruló társadalombiztosítást meg kell oldani, vagyis utánpótlásra, demográfiai utánpótlásra, gyermekszületésre van szüksége a gazdagabb országoknak. És hát ne felejtsük el a migráció tudatos szervezésének a lehetőségét sem, és itt most egyáltalán nem Soros Györgyre gondolok. Ugyanis nekem is volt nem is olyan régen egy konteóm a 2015 utáni migrációs válságról, ha érdekel, akkor az itt található, vagy itt látható linken, vagy videóban meg tudod te is nézni. Ebben az adásban nem akarok erről bővebben beszélni, mert talán szétfeszítené azokat a kereteket, amik most a rendelkezésemre állnak. Szögezzük le tehát, hogy a migráció a 21. században nem csak folytatódni, hanem fokozódni fog. Ez talán nem egy nagyon komoly jóslat, mint ahogy az sem, hogy ennek a migrációnak a fő forrásvidéke, onnan majd a tömegek fognak érkezni, alapvetően Afrikából és Ázsia bizonyos részeiből várható. A baloldali narratíva szerint a migráció egy megrázkódtatás a bevándorlók számára. A jobboldali narratíva szerint pedig a bevándorlás egy trauma, egy megrázkódtatás a befogadó ország társadalma számára. Szerintem meg mindkettő igaz, és külön-külön egyik sem. A célországok esetleges hozzáállását tekintve három nagy csoportot állíthatunk föl, hogy ki hogyan áll a bevándorláshoz. Az első csoportba azok az országok tartoznak, akik üdvözlik és ösztönzik a bevándorlást, és örömmel látják a bevándorlókat. A másik ország, vagy másik csoportba azok az országok tartoznak, akik támogatják és elfogadják a bevándorlást, de hogy kit engednek be, ebben szelektíven válogatnak. És végül a harmadik csoport azok az országok, akik elutasítják a bevándorlást. Nagy hibát követnénk el, hogyha ezt a három csoportot megpróbálnánk erkölcsileg rangsorolni, ugyanis mindegyik lehet jó is, meg lehet rossz is. Például az első csoportba tartozó befogadó, ösztönző országok között lehet egy felelős gondolat, hogy mentsük meg az ország demográfiáját, és az akkor felelős, hogyha sikerül is integrálni a bevándorlókat, de ha meg nem sikerül, akkor meg elképesztő felelőtlenség. Vagy itt van a második csoport, a szelektíven válogató országok csoportja, ami szintén lehet teljesen oké, mármint akkor, amikor az adott ország a saját érdekei szempontjából hatékonyan válogatja ki, hogy neki kik azok, akik segítik a társadalmi fennmaradását, megerősödését. Másrészt lehet gátlástalanság is, hiszen a brain drain révén azokat az országokat, ahonnan elszívja a munkaerőt vagy elszívja az agyakat, sok esetben működésképtelenné teheti. Ahogy lehet szívtelenség, embertelenség nem befogadni a menekülteket, de lehet teljesen legitim és jogos igény egy ország részéről azt mondani, hogy köszönjük szépen, mi nem szeretnénk bevándorlókat. Úgyhogy mondjuk ki és szögezzük le, hogy azért a legjobb szerintem mindannyiunk számára az volna, hogyha mindenki a szülőföldjén tudna boldogulni, és hogyha a 21. században szeretnénk egy viszonylag biztonságos világban élni, akkor azért erre kellene törekedni. Az volna a legjobb, hogyha minimalizálni tudnánk a migrációt. És azonnal beleütközünk egy nagyon nehéz, neuralgikus pontba, a multikulturalizmus problematikájába, kérdésébe, amit az elég komoly törzsi ricsaj vesz körül. Ugye az egyik oldalon állók azt mondják, hogy ez a világ legjobb dolga, a másik oldalon meg azt mondják, hogy ez a világ vége. Jó lenne, hogyha ebben a vitában végre, mint ahogy sok más vitában is egyébként, értelmes párbeszédet, konstruktivitát lehetne folytatni. Egyrészt lássuk be, hogy Nyugat-Európában a multikulturalizmus körül valóban súlyos konfliktusok vannak, valóban vannak szőnyeg alá söpört problémák, és valóban vannak ketyegő bombák, és itt sajnos a bombákat nem csak átvitt értelemben kell érteni. Az ISIS-nek vagy más terrorszervezetnek a harcosai, vagy különféle fundamentalista vallási szekták követői az esetek többségében nem is Szíriából vagy Irakból verbúválódnak, hanem nyugat-európai jóléti államokban lakó, másod vagy harmadgenerációs bevándorló családokból. A rosszul működő multikulturalizmus tehát nem csak a befogadó országok társadalma elé állíthat komoly konfliktusokat, problémákat, hanem a bevándorlók életét is pokollá teheti. Nemrég láthattuk például, hogy a multikulturalizmus éltanulójának és világszintű terjesztőjének számító Egyesült Államokban hogyan lehet pár nap alatt évszázadokat visszaugrani az időben, és hogyan lepheti el az utcákat a faji ellentét. Az ilyen helyzetek megelőzésével kapcsolatban egyre gyakrabban látunk különféle tolerancia programokat, érzékenyítő programokat, ezekkel azonban sokszor az a baj,
hogy túlságosan előre szaladnak, és egyszerre lépik át a tragikum és a komikum határait, és válnak szürreálissá, kontraproduktívvá, az eredeti érdekeikkel vagy céljaikkal ellentétes hatásúvá. Számtalan ilyen félre sikerült érzékenyítési programról lehetne beszélni, amitől én történészként a legjobban a farra mászok, azok a filmek vagy azok a kulturális tartalmak, ahol történelemhamisítás történik. Nemrégiben volt például szerencsétlenségem megtekinteni a Stuart Mária életéről szóló legfrissebb filmet. Az, hogy a filmben eléggé erőltetett módon LMBTQ és genderpropaganda is megjelent, azt inkább hagyjuk, mert úgy tűnik, hogy enélkül már nincs a világban filmgyártás. De az igencsak beégett a retinámba, amikor azt láttam, hogy a 16. századi angol és skót király udvarokban a főméltóságok, a főnemesek között színes bőrűek és távol-keletiek is feltűntek. Értem én, hogy ezzel szeretnénk a toleranciát erősíteni a felnövekvő generációkban, meg lehet, hogy én történészként túlságosan szőrszálhasogató vagyok, de könyörgöm, ez nem más, mint történelemhamisítás, és a felnövekvő generációknak a saját gyermekeinknek a hülyének nézése. Most tényleg azt gondoljuk, hogy akik ma születnek, ha velük nem hitetjük el, hogy már a 16. században is voltak feketebőrű kincstárnokok és koreai kancellárok, a skót és az angol királyi udvarban, akkor az ő útjuk egyenesen a rasszizmus poklába vezet. Hát ha így gondolkodunk, akkor ne lepődjünk meg, hogyha pár évtized múlva indulnak majd fehérjogi mozgalmak, fehérjogi aktivisták, akik olyan filmeket fognak követelni, ahol a rabszolgatartók valójában fekete bőrűek és a rabszolgák a fehérek. Elég abszurd lenne, ugye? Ugyanolyan abszurd, mint Stuart Mária koreai szolgálólánya. Black History Month you find ridiculous. Why? Which month is White History Month? Ez azt jelenteni, hogy a multikulturalizmus már tényleg csak hazugsággal és a felnövekvő generációk elbutításával lehet megmenteni? Azért ez elég durva hír. Nem beszélve arról, hogy szerintem a multikulturalizmus megvalósulása vagy normális működése előtt álló igazi akadály nem is a rasszizmus. Mert hogy rasszizmus mindig volt, és sajnos úgy tűnik, hogy mindig lesz, minden országban, minden helyen. Ha például lenne objektív vizsgálat, ami megnézné a befogadó országok társadalmának rasszizmusát, akkor szerintem ugyanazt a szintet megtalálná a bevándorlók társadalmi szöveteiben is. A rasszizmus ellen küzdeni ezért szerintem nagyon fontos, de leegyszerűsítése a problémának, és ezért sohasem fog önmagában elvezetni a normálisan működő multikulturalizmushoz. Nyilván az olyan országokban, mint Magyarország, mint mi is vagyunk, ahol nincs nagyszámú bevándorló, ez a probléma igazából lényegtelen, de mivel az egész világgal foglalkozunk ebben a fél évben, föl kell tennünk a kérdést, hogy mit tehetnek azok az országok, ahol már annyi bevándorló él, hogy kizárólag a multikulturalizmus lehet megoldás, tehát nekik valahogy ebből kell főzniük. Nyilván nagyon nehéz erre egyszerű vagy egyöntetű választ adni, hiszen ahány ország annyi helyzet és hát annyi recept, amire szükség lehet, de talán néhány általános és fontos jegy, jellemző megfogalmazható, mint például az az igaz közhely, hogy a multikulturalizmus működhet is, meg nem is. Mikor működik és mikor nem, nyilván ez a kérdés merül föl mindenkiben. Amikor az adott területen élő kulturális közösségek a társadalomban meglévő alapvető értékrendeket, normákat közösen megélik és elfogadják, akkor működhet. Bőrszínre, vallásra vagy kulturális hovatartozásra való tekintet nélkül. Vegyük például az európai országokat, ahol azért az alapvető értékek szabadságjogok. Véleménynyilvánítási szabadság, szólásszabadság, tolerancia. Ha az adott társadalomban mindenki, aki ott él, ezeket a jogokat elfogadja, és a vita nem ezeknek a jogoknak a létezéséről, hanem a maximum a kiterjedéséről szól, akkor működhet a multikulturalizmus, még egyszer mondom, annyiban, amennyiben mindenki elfogadja ezeket. A bajok az olyan abszurd helyzetekből jönnek, amikor elvárjuk a toleranciát olyan csoportok felé, akik egyébként nem támogatják a toleranciát más csoportok felé. Így jöhetnek létre például azok a tragikus helyzetek is, amikor különféle liberális szervezetek támogatják, propagálják azt a multikulturalizmust, amelynek a jegyében olyan csoportok érkeznek az adott országba, akik pontosan az ilyen liberális szervezeteket szeretnék először a pokorra küldeni. Tehát még egyszer összefoglalva, a migráció a 21. században nem csak folytatódni, hanem fokozódni fog, de ezt a kérdést nem szabad leegyszerűsíteni. Látni kell, hogy ez egy nagyon komplex, összetett kérdés, ahol különféle emberjogi, humanitárius, szociális, társadalmi, kulturális, biztonsági és geopolitikai érdekek és értékek keverednek és kavarodnak össze, és hogyha ezt nem tudjuk szétbogozni, vagy nem tudjuk megfelelő mélységben megvizsgálni, akkor nagy bajba fogunk kerülni. Sem a kritikátlan befogadáspolitika, sem a szemellenzős bevándorlás ellenesség nem vezet sehová.
Olyan józan és értelmes vitára van szükség, amely nem tekinti erkölcsi hullának sem azt, aki támogatja, sem azt, aki elutasítja a bevándorlást. És hát tegyük hozzá ismét, hogy a legjobb azért mégiscsak az volna, hogyha mindenki a szülőföldjén tudna boldogulni. Ha valakiknek háború vagy valamilyen ok miatt mégis menekülniük kell a szülőföldjükről, akkor meg az lenne a legjobb, hogyha a válsághelyzet elmúltával visszatérnének, ahogy ez egyébként most Dániában történik. Vagy ha ez nem megoldható, és a bevándorló a befogadó országban akar maradni, akkor pedig el kell várni, igenis el kell várni, hogy az adott országban több évszázad során kialakult kulturális normákat fogadja el. Persze tegyük hozzá azt is, hogy a migráció mérsékléséhez arra is szükség volna, hogy a nagyhatalmak hagyjanak föl a piszkos geopolitikai és háborús játszmáikkal, illetve az egész világ mérsékelje a környezetszennyezést, ami szintén a migráció egyik hajtóereje lehet. Ha megnézzük ezeket a problémákat, akkor azért azt érezzük, vagy azt érezhetjük, hogy ezek talán még a működő multikulturalizmusnál is nagyobb kihívások. Hát ennyi volt mára a migráció és a multikulturalizmus témaköre, a jövő héten a vallásokat fogjuk megnézni. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára, ha a vitát is szeretnéd folytatni, akkor a Pegapol oldalán találkozunk, és ott már egyébként támogatni is tudod a 21 vlogot, ha pedig élőben szeretnél beszélgetni ezekről a kérdésekről, akkor a Patreon oldalon találkozunk.